szél engedni fogja szerintem, hogy már zászlók is lengedeznek, akkor úgy fogjuk tartani a dolgot, hogy mikor lement az első futam, megvárjuk az utolsót is, és onnan fogva kb. Egy 10-15 percen belül elindítjuk a második futamot. Amikor mi is úgy látjuk, hogy a szél úgy van, akkor itt a kikötőben hangjelzést fogunk adni, elkezdünk ordibálni, úgyis mindenki itt lesz a környéken, de akkor is úgy számítok, hogy kb. 11 órára tervezzük a rajtot. Mióta megnyitott a Marina Füszfök kikötő, minden ősszel tartunk egy szezonzáró vitorlásversenyt. Ennek a Master Kupa neve, idén pedig az Abbas cég szponzorálásával Abbas Master Kupa lett a neve a versenynek. Idén 20 induló volt. A szél az első futam során nagyon gyenge volt, 2-3 csomós. Ez a második futamra szerencsére felerősödött 6 csomóra. Van egy meghívott versenyzőnk, a szponzor van tette a Király Zsolt és csapata. Ők egy kicsit emelték a hangulatot, és így mindenki megtapasztalhatta, milyen egy ilyen rohanó géppel úgymond együtt versenyezni. Ezeknek a versenyeknek mindig az a célja, hogy mindenki egy kicsit a vitorlázó tudását próbára tegye, és egymással összemérjék a hajók sebességét, a technikai tudást. Bár elég erős a hajók közötti eltérés, ezért javaslik szám alapján pontozzuk, tulajdonképpen egy előszámos rendszerbe a hajókat. Így nem mindig az nyeri a versenyt, aki elsőnek befut. Ez majd a mai eredményhirdetés végén is ki fog derülni, hogy a szponzorban lett a győztes vagy sem. Nagyon sok változatos hajótípus megfordul. A mi kikötőnkre jellemző, hogy viszonylag sok nautikus típusú hajó áll, ami egy magyar gyártású hajó, és ők viszont elég látványos küzdelmeket futnak egymással. Mindig azt mondjuk az induló versenyzőknek, hogy senki ne keseredjen el, ha elsőre nem középmezőnyben élen végez, hiszen itt nem az a lényeg, hogy nyerjen valaki, hanem hogy egyszerűen végig tudjon menni egy teljes verseny. Az első futam nagyon szélcsendes volt, így küzdelmesre sikerült mindenkinek, hogy beérjen és el tudjuk indítani a második futamot. És a második futam viszont már a rajtnál komoly izgalmakat hozott, amikor a szponzor van, tehát két-három másik hajóval már a rajtnál találkozott. Izgalmas volt mindenkinek, és szerintem tanulságos. Lessons to be learned. I'd rather get my jam of words in first. Oh, when you play with desire.
postással idén először vettünk részt a Master Kupán, ami egy ilyen jó hangulatú verseny volt. Szerencsére az égiek kedveztek nekünk, hiszen október 1-én ilyen jó időt ritkán tapasztalhat meg az ember. Maga a verseny az talán kicsit több szeret elviselt volna, de azért így is jól éreztük magunkat. A Sponzi maga biztosan rajtolt, olyan 2,5 másodpercig tudtuk vele tartani a lépést, utána azonban vidáman vágtattak tovább. Nagyon örülök, hogy itt lehettem, remélem jövőre is lesz rá lehetőség. Idén 8. alkalommal került megrendezésre a Master Kupa, melyet minden évben szezonzáró eseményként szervezünk meg. Ebben az évben versenyünket az Interjénet Számítástechnikai Kft. Támogatta, mely az Abasz Business Software forgalmazója. Ezek a versenyek azért is fontosak ígetőnkben, mivel ez egy zárt közösség, és segít abban, hogy a vendégeink egyre inkább megismerjék egymást, egyre közelebb kerüljenek egymáshoz, és a családias hangulat, a családias légkör kialakuljon. Megérkezésünk a hajóval egy kicsit érdekessé tette a kikötő életét, mert mint minden kikötőben ugye vannak azok az emberek, akik szeretnének nyerni, és ők egy kicsit orroltak ránk. Én úgy éreztem, hogy beszélgetni kell velük arról, hogy mi miért jöttünk el, vagy miért nem, vagy miért vagyunk itt, és teljesen barátivá vált a hangulat, és az esti beszélgetések folyamán meggyőztem őket arról, hogy a mi létünk az nem arra szolgál, hogy az ő esélyeiket rontjuk, hanem arról szól, hogy az itt lévő baráti társaságok, vagy a nem létező baráti társaságok kialakuljanak, és hogy még melegebbé váljanak, tehát úgy értve, hogy még barátiabb legyen a történet. Kormányosi értekezletnél kiderült, hogy akik tegnap ellenségek voltak, azok most barátokká váltak, és elég jó hangulatba telt a reggeli tájékoztató, amit a versenyből kaptunk, mert onnantól kezdve nem volt senkibe egy rossz szájíz. Balaton az nagy szerelmem, úgyhogy így kerültem ide végül is. A hajóm az itt van már évek óta ebben a kikötőben, ahol nem csak én, hanem a családom és azok a barátaim, akikkel rendszeresen előfordulok, itt kiválóan érzik magukat, és ezért gondoltam azt, hogy esetleg mi is hozzá tudunk tenni valamit ahhoz, hogy az itteni verseny egy picikét talán pesgőbb, izgalmasabb legyen. Nem utolsó sorban azért is, hogy néhány szót tudjunk beszélni arról, hogy cégünk mivel foglalkozik, jelesül az Abasz Integrált Vállalat irányítási rendszert képviseljük Magyarországon. Ezen az október 1-i versenyen nagyon jól éreztem magam. Elég taktikusnak éreztem ezt a versenyt. Nagyon sokáig vártuk a szelet, és örülök, hogy a végére megjött. Az összes résztvevőnek szeretnék itt ezen a kis riportban gratulálni.